végén egy jól működő üzletben, amely Scrooge és Marley tulajdonosa. A két cég tulajdonos közül már csak Scrooge van életben, de az üzlet ajtaja fölött még mindig van viszont mindkettőjük neve. A céget egyszerűen így ismerik, Scrooge és Marley. Az évnek valamennyi áldott napja közül, éppen karácsony estén, a Wayne Scrooge szorgoskodva jött az irodájába. Hideg, zord, harapós idő volt, és még hozzá ködös is. Nekem nem felel meg. Ellenni fogadni, hogy miért nem tudom.
Jöjjön mentség, mi minden december 25-én megdobják az embert. De annál hamarabb legyen itt nekem holnap után reggel. Az irodát szempillantás alapban volt zárva. Az írnok végigsiklott egy egyes részen, s rohadt haza, hogy csukájába bírta. Scrooge mélyre húsan vakkotott lakása irányába. Otthona sötét volt és olcsó. Egy-két rozzant bútoron kívül nem sok mindent lehetett látni. Azokban a homályos kis szobákban lakott, melyeket egykor elmúlt üzlettárs Máli foglalt el. Hazaéve, volt fáradtan dölt az ágyba, de ezen az estén nem tartott sokáig nyugalma. Ki vagy? Inkább kérdez, mi voltam? Ki voltál? Életemben. Yeah.
szépségre, mint az Scrooge. De én tudom ilyen. Tehát én mutatnának jobban. Ágyám, karácsony napja van. Viszont az egészsége az ünnep kedvéért, meg a te kedvedet, de nem az ő kedvéért. Én karácsony, hogy boldog új évet! Eközben vásteredett és erősen havazott. Amint Scrooge meg a szállán végigmentek a város utcáin, csodálatos volt a ragyogó fények tüze, amit a konyhákban, nappalikban és mindenféle szobában kigulladtak. Amit a tűzszobogása azt mutatta, hogy már két családi vacsorához készülnek, s tányérok már átmeregettek a forró levestől. Amott a házgyerek népe szaladt ki a hóba, hogy elsőnek üdvözölhesse az érkező rokonokat. Egy ház elérve Scrooge vidám zajra lett figyelmes. A házat is felismerte, unokaöccse Fred háza volt. Örüljön, hogy nem az utáni karácsony mulatság, és komolyan is gondoltak. Annál jobban szégyellett meg magát. Mulatságos én fátra, hiszen bizonyosan tudom, hogy nagyon gazdag, de lehet is én is hallottam. Hát aztán semmi aztán nem összél a gazdaságának. Én nem bírom el is elnyertársaságát. Ó, én igen. Akarva sem tudnék arra gondolni, hiszen hiszen benne gondolsz szeszélyeimre. Csak is ő maga. Fejére szín nem szeret minket, és nem jön el vacsorázni. Igaz, nem fel a szín fel. De bizony, hogy veszik, nagyon jó vacsorát veszik le. Mindjárt kész a vacsora kis türelmet. Hát én gondoltam valamit. Hát? Nem. Én? Igen. Állat? Igen. Üzenet? Nem. Szárazföldi állat? Igen. Angliában van ilyen? Van. Varagó? Igen. Akkor biztos a kutyát? Nem. Nem, de találtas. Ami különleges állat? Elég, én csak én ismerek belőle. Azt azért nem már lehetne. Én ismerem? Igen. Akkor megvan, hogy legyen hát ez Scrooge. Hát jó mulatság szerint. Helyes! Helyes Scrooge, boldog karácsony mindenkinek. Boldog karácsony. A szellem ismét elindult, Scrooge pedig utána. Úgy tűnt Scrooge-nak, mintha megváltozott volna a város, valahogy nem a régi volna. De annyi bizonyos, hogy ott voltak a tőzsdén, az üzletemberek között, akik felsalászolatgáltak, csörgették a pénzt a zsebükben, nézték az óráikat, úgy, ahogy a Scrooge is sokszor látta. A szellem magát egy kis csoport mellett, itt Scrooge tisztán mondtak, beszélt a sokat. Nem akarok az ellenét, amit ha megmutattál. Meg fogom ünnepelni a karácsonyt.
és egész évben ünnepelni fogok, és jót tenni. Itt vagyok. Élek. Nincs még temetés. Nem is tudom, mit évben legyek. Könnyű vagyok, mint egy toll. Boldog, mint egy angyal. Szédülök, mint egy részeg. Nem is tudom, hanyadika van. Vagy mennyi időt álltál? Én kislány, milyen nap van ma? Kicsoda? Milyen nap van ma? Nem tudja. Karácsony napja. Karácsony napja? Hát nem mulasztottam el semmit. Csak egy éjszaka volt az egész. Mondd, ismered ezt a parafi kereskedést? Ott a második utcában. Megviszem azt. Okos gyerek, ritka okos. Nem tudom, eladták azt a 10 pulykát, ami ott kint lógott? Nem a kicsit, azt a nagyot. Az a melyik olyan nagy, mint én. Nagyszerű gyerek, öröm vele beszélni. Te gondoló. Igazán? Hát menj oda is vedd meg. Na szórakozzon, hogy tudja ki vár. Nem, nem, komolyan beszélek. Itt egy font. Ha gyorsan szeded a lábad, nem fogod a pályát is. Hopp, kecsidékhez küldöm. Az a kulika kétszer akkora, mint a vizitén. Majd én gondoskodok róla. Nem fog üresen állni a székkel. Nem fog meghalni. Karácsony másnapján Ebenezer Scrooge szokás szerint az íróasztalánál volt. Az óra már a 8:30-at is elütötte, de éjnek a természetesen még sem volt. Az óra 3:45-ig rohanva jön a bokrecsit, leteszik a bátyát, táskáját, gyorsan a helyére siet, és őrült tempóban érzi az. Vásároljon magának is egy széntartót, mielőtt mondott ennek a mondat végére.